Köszöntöm ismét a kedves nézőket! A Szegedi Homoludens független színházi alkotóközösség augusztusban indítja új évadát. Előadásuk a 30. Teátel Fesztivál hivatalos programjában szerepel. Vendégem Benkő Imola Orsolya, a Homoludens művészeti vezetője, és Szilágyi Szabolcs, az alkotóközösség tagja. Köszöntelek benneteket! Szia! Szia! Először mutassátok be magatokat, kérlek, meséljetek magatokról egy kicsit, hogy kik is vagytok ti. Hát a Homoludens projektet 2013-ban találtuk ki, azóta működik alkotóközösségként. Elsősorban olyan előadásokat csinálunk, amik nem is csak kizárólag színházi előadások, hanem többnyire összművészeti performanszok, és jelen pillanatban arra törekedtünk, hogy így a Covid-nak köszönhetően létre tudjunk hozni valamilyen alkotást, ami foglalkoztat minket, ez volt az Egy nő, ami alapvetően egy összművészeti előadásnak indult, és ebből végül film lett. Az elképzeléseinket egy gyermek vezérli, ezért az a neve, hogy Homoludens projekt, játékos emberből, vagy attól származtatjuk magunkat, úgyhogy minden előadásunkban van valami játékosság, most azért a filmünkben is lesz. A 30. Teátel Fesztiválon indul az új évadotok. Készültök valamilyen újdonsággal? Hát a film az önmagában újdonság, mert eddig nem csináltunk filmet, most igazából rávitt minket a kényszer. Nagyon nagy segítség volt a filmkészítésben az, hogy Szasza tanult filmet csinálni, de erről ő tud többet mesélni. Én inkább a dramaturgia felől közelítettem az anyaghoz, illetve a szövegkönyv felől. Én elvileg filmszakosként kezdtem az életemet, az egyetemi éveimet, és ott azért nagyon sok minden ragadt rám, meg filmezni is akartam, csak aztán egyszer a színházra bulejtett, úgyhogy átmentem a színház oldalra, viszont a film az mindig ott bujkált az évek során, és akkor ennek most eljött az ideje, hogyha már a karantén adta, hogy filmet tudunk csinálni, közösségi találkozás helyett, akkor tényleg csináljunk egy filmet, és akkor ezért döntöttük úgy, hogy egy montásfilm lesz. Tehát nem úgy kell elképzelni, ahogy az interneten, ugye végig a karantén alatt feltűntek a különféle Google Meet-es, Zoom-os, stb. Kis képernyőcskék, tehát nem így montázs, hanem úgy montázs, ahogy egy hagyományos értelemben, tehát Eisenstein óta, amit montázsnak nevezünk, így kell elképzelni a montázs. Tehát, hogy egymásra vannak a képek vetítve, és nem csak áttűnéssel dolgozunk, hanem sokfajta lehetőséggel és verzióval. Miközben mindvégig ott van Eszterházy Péter Egy nő című kisregényének kiválasztott szövegei, amik mind arról szólnak, hogy a vágy az hogyan vesz minket birtokba, és a vágy hogyan képes elhalni, vagy kihalni közülünk. A bezártság ugye erre sajnos egyrészt lehetőséget adott, másrészt viszont föl is erősítette a vágyakozást, mindenféle értelemben, tehát nem csak szexuális értelemben, hanem ezen kívül is, ugye egészen odáig, hogy kerülhessünk egymáshoz kapcsolatba kerülhessünk egymáshoz, vagy közel kerülhessünk egymáshoz, és erre van valójában az egész évadunk felfűzve a közelkerüléshez, amit majd meglátjuk, hogy hogyan lesz képes a járvány követni, vagy mi hogyan leszünk képesek a járványt követni. A Zug művészeti tett hely ad otthont az előadásaitoknak. Alapvetően milyen programokkal találkozhatnak ott az érdeklődők? Annyit helyesbítenék, hogy igen, eddig a tényleg az összes előadásunknak majdnem az elmúlt 3 évben az Zug adott helyet, viszont idén a Színház Különleges Helyeken program sorozat keretében próbálunk kilépni a Zugból. Amit mi találtunk ki. Igen, igen, tehát ez lenne az évadban az új elképzelés, viszont a Zugban ezért kevesebb színházi előadás lesz, és még több civil program, mint eddig, mert tavaly is elindítottuk a hasznos vagy szlogennel egy civil szféra felé közelítő évadot, de most radikálisan több lesz a szám ezeknek a programoknak, illetve rengeteg kurzussal fogunk megint idén is találkozni. A színházi rész az úgy kell elképzelni, hogy szeptember 8-án az Emancik Manufaktúra hozza a Verslábak Netszorisnyában című előadását, illetve szeptember 23-án ismét Ágens
opera punk és színésznő és társulatvezető fogja az Anya légy című előadását újra bemutatni, illetve még Szalontai Tündék előadását, Lesznai Anna munkásságát és életét dolgozzák fel, Bolcsó Bálinttal közösen, aki a zajzenéért és a zenei részért felelős, ők fognak októberben bemutatni új készülő előadásokat. Ezek a programok a Köszönjük Magyarország programban valósulnak meg. Viszont civil előadások is, nem csak színházi előadások, hanem civil előadásokkal is, civil előadásokat is bemutatunk ebben a fél évben. Szeptember 23-án Enritók Nóra fog a civil szférával kapcsolatban előadást tartani, viszont ebben az évadban és ebben a fél évben még olyan programokat tervezünk, mint Máté Gábor és Jászai Tamás, akik a színház versus politika témában fognak beszélgetni, illetve a 30Y frontembere Beg Zoli és szintén az egyetemről Kelemen Zoltán tanár úr a romák helyzete a mai kortárs irodalomban ebben a témában fognak beszélgetni. Illetve decemberben várjuk Iványi Gábort és Liszkai Tamást. Akik így az advent kapcsán fognak beszélgetni. Ugye? Igen, jól mondom. Így van. Okay. Akkor tele vagytok tervekkel. Vannak terveink. Mindenképpen törekszünk arra, hogy a civil vállalásaink, tehát a civil felelősségvállalás az erős tudjon maradni, és ennek helyet tudjon adni az UG. Illetve ezen kívül lesz nálunk írókurzus is, szépírás kurzus Szilasi Lászlóval, ez már a harmadik évad, ami évad. Szemeszter. A harmadik szemeszter, ami elindul, mert sajnos a második ketté lett vágva a Covid által. Úgyhogy örülünk neki, mert már az első szemeszterből kerültek ki írások, jelentek meg írások a Tiszatájon, és azóta is. Úgyhogy ennek most tervezünk szeptemberben egy indítást, hogy megpróbáljuk a kreatív írás népszerűsíteni az egyetemmel karöltve. Úgyhogy ott valahol a 91. könyvhéten, tehát a 14-től 22-ig időszakban nálunk az UG-ban is lesz kreatív írás népszerűsítő foglalkozás. Remélhetőleg a mesterünk is ott lesz, Szilasi László, akit várunk ide. Illetve lesz még képregény Pilc Rolival, mert hogy van egy nagyon tehetséges szervező segítőtársunk, Benkő Marian, aki kitalált, hogy milyen jó lenne, hogyha eljönne hozzánk a Pilc Roli, és a fiataloknak tartana a képregény oktatást, konkrétan megtanulhatnak képregényeket készíteni. Kurzus. És lesz slam workshop is. Úgyhogy próbálunk a középiskolások egyetemistek fele is nyitni, abba hagytuk. Nagyon. Illetve bocsánat, még belemegyek a szertágazásba, nyilvános beszéd a beszélőkém csapattal. Ők nyilvános beszédtréninget fognak tartani, ami például egyetemistákra is fókuszál, például megtanulhatnak, hogy hogyan adjak el egy prezentációt. Vagy hogyan szerepeljek interjúban. Így van. Ez is hasznos, ez nagyon hasznos. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!